Önök rendszeresen demóznak az egész országban. Hogyan választják ki a termelőket, hogy mely termelőnek adnak lehetőséget egy-egy gép kipróbálására? Erre azt tudom mondani, hogy inkább a termelők választanak ki minket. Tehát ahol igény merül fel és komoly beruházási szándék is mutatkozik, ott igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy a gépeinket ki tudják próbálni, saját munkaeszközeiket saját földjükbe akasztva tudjanak a gépről információt szerezni. Ilyenkor mekkora az a terület mennyiség, amit mondjuk egy ilyen szántás alkalmával meg tudnak művelni? Nem is területet szoktunk inkább meghatározni. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy erős nap, körülbelül 15 üzemóra az, amit egy gép dolgozhat. Hát ez alatt, amit tud, amennyi munkagépét csak lehetősége van, próbálja ki. Tehát azt szeretjük, hogyha nem csak egy szántás, vagy nem csak egy eke, hanem esetleg több munkagépét is ki tudja próbálni a gazda. Bizonyára megéri ez, mert különben akkor nem csinálnák önök. Hát természetesen ugye sokkal nagyobb befolyást tud tenni egy ügyfélre az, hogyha a gépét kipróbálja a saját munkaeszközeivel, saját területén, mint hogyha én esetleg egy prospektussal vonulok ki és íróasztal mellett próbálom meggyőzni arról, hogy ez lesz a neki megfelelő technika. Milyen ügyfél Kállai Zoltán itt Gacsájon? Kállai úr nekem az egyik legrégebbi és legnagyobb ügyfelem. 10 fölötti darabszámú New Holland géppel rendelkezik, 10 traktor, 2 kombájn, egy rakodógép, ami a New Holland gépparkját neki erősíti. Hát természetesen 2000 vagy 2001 óta visszatérő és folyamatos New Holland vásárlónk. Tulajdonképpen akkor önnek itt könnyű helyzete van, nem nagyon kell őt meggyőzni arról, hogy ez a gép jó. Hát könnyebb nyilván, mint egy teljesen új vevőnél, de hát azért nála is folyamatosan, mivel a technika fejlődik, nálunk cseréli a gépeit, ismeri őket, de azért mindig újabb és újabb technika kerül be a gazdaságába. Tavaly év végén került be hozzá például az első autókommandfokozatmentes váltós traktor.